Mintegy 250 ezeren vettek részt a Venezuela Aid Live nevű segélykoncerten pénteken a Venezuela és Kolumbia közötti Tianditas nevű határhíd kolumbiai oldalán. Az eseményt a brit milliárdos Richard Branson szervezte azzal a céllal, hogy az élelmiszer és gyógyszerhiányban szenvedő venezuelaiak megsegítésére pénzt gyűjtsenek. A cél 100 millió dollár, vagyis mintegy 28 milliárd forint elérése. Meg kell próbálnunk segíteni azoknak, akik nem kapnak orvosi segítséget, akik éhesek, mondta a milliárdos. Remélhetőleg ennek a koncertnek köszönhetően eljuttathatunk segít Venezuelának, hogy az emberek ne szenvedjenek olyan sokat. Eközben Nicolás Maduro kormányzata megkezdte az El a kezekkel Venezuelától elnevezésű fesztivál előkészületeit a határhíd másik oldalán. Maduro tagadja, hogy országában humanitárius válság lenne, és nem engedi be a segélyszállítmányokat.